ettől kényelmesen lehet közlekedni. Holnaptól már semmi sem tiltja, hogy virágok díszítsék a lépcsőházakat, a cserepek azonban nem szűkíthetik le a menekülésre fenntartott folyosót. A november 13-án hatályba lépő változás szerint a közlekedőben 1,1 méter szabad helyet kell biztosítani, és ide éghető anyagból készült tárgyakat csak a terület 15%-áig lehet elhelyezni. Az elhelyezés nem befolyásolhatja, nem ronthatja az adott lakóépületnek a hő- és füstelvezetési képességét. A tűzvédelmi szabályok módosítása a középmagas társasházakat is érinti. Eredetileg egy három ágú csap volt, amit leloptak. Az egyik székesfehérvári lakásszövetkezet vezetője szerint nagy problémát jelent a felszálló száraz tűzi vízvezetékek karbantartása, mert ez folyamatosan megrongálják, illetve a hozzátartozó csapot ellopják. Farkas Béla azt mondja, ebben a panelben olyan zárókubakot szereltek fel, amelyet csak a tűzoltók tudnak eltávolítani, de ez drága. A probléma az, hogy ez mind a nevében is benne van, száraz tűzi vízvezeték, nincs nyomás alatt, így az alumínium tartozékokat könnyen le lehet róla szerelni, semmi probléma nincs, csak tűz esetén jelentett volna olyan problémát, hogy a rendszer használhatatlan. Az új szabályozás lehetővé teszi a száraz vízvezetékek átalakítását úgy, hogy a vízkivételi hely csak a hatodik emelettől, minden második szinten legyen biztosított. A szakemberek szerint mindez nem lassítja a tűzoltói beavatkozások idejét.